Budaörsön a lakótelepen lakik egy különleges gyűjtési szenvedélyekkel megáldott úriember. Kósa Pála neve, itt vagyunk nála a vendégségben, és a gyűjteményéről beszélgetünk. Azt szeretném megkérdezni öntől először is, hogy mivel kezdte a nagy gyűjtést? Első vagy második osztályos lehettem, amikor megjelentek ezek az úgynevezett préselt állatképek, teljesen belehabarodtam, színes képek voltak domború nyomással, de ezzel egy időben kezdtem a bélyegeket is gyűjteni, tehát a képek azok már mindig érdekeltek, és hát a bélyegek, hát ragasztóval ragasztottam be egyszerűen a bélyegalbumba, úgyhogy azok a gyerekkori bélyegeim használhatatlaná váltak, de a szenvedély az megmaradt, sőt, csak nőtt is. És mire a legbüszkébb a gyűjteményéből? Hát azt hiszem most a levelezőlapjaimra is, az ország 5 legnagyobb levelezőlap gyűjtője között mennyiségre, nem minőségre, mennyiségre. Nekem ez a 25-26 ezer darab bélyeg, illetve képes levelezőlap gyűjtemény, ez bizonyos rangot ad a gyűjtők között. Hallottuk, hogy nem régen volt kiállítás a Nemzeti Galériába, most Szombathelyre költözik le ez a kiállítás. Mi volt ennek a kiállításnak a témája, és körülbelül hány darab képes lap volt itt? Szerelem képes levelező lapon, ez volt a címe, tulajdonképpen az első levelező lapoktól kezdve, mert a visszapillantás kitölt belőlem a népművelőség, és visszapillantást is adtam az első tablón arról, hogy hogyan jött létre egyáltalán a levelező lap, és hogy lett ebből szerelmes levelező lap, és később, hát aztán a mai modern szerelmes levelező lapok. Ez végigmentünk az egész kis levelező lap történeten. A képeslapok anyagából, a kiállítás anyagából egy könyv is készült, úgy tudom. Tudna erről valamit mesélni nekünk? Hát természetesen. Nagyon boldog vagyok, hisz magángyűjtőként nagyon kevesen vagyunk, azt hiszem ketten összesen, akiknek a gyűjteményéből könyv is megjelent. Ez a Szerelem képeslapon címmel a kiállításnak a képeiből van kiválogatva. Kiállítva 1600 valahány, 1700 darab körül volt, és abból válogattunk minden tablóból néhány darabot, a legkiemelkedőbbeket, így jelenhetett meg ez a könyv 5000 példányban. A képeslapokon kívül úgy tudom, hogy még rengeteg minden gyűjt. Tudna valami nagyon érdekeset mutatni nekünk, például hangszereket, vagy régi csigákat, vagy festményeket? Hát, hogy mondjam, nálam úgy van, hogyha valamiből kettő van, abból már gyűjtemény lesz a végén, úgyhogy hát a csigáim azok ott vannak a szekrényben, majd gondolom a Gabi úgyis meglátja. A bélyegeim itt vannak, oldalt egy szekrényre való, és hát mellette itt a rengeteg képes levelezőlap, a direkt lehúztam, hogy lássák, hogy azért el lehet helyezni megfelelően kis lakásba is, mert bizony 54 négyzetméter a lakásunk mindössze. Na, mellett még elférnek a halak, elfér a rengeteg növény is, szóval ilyen mániákus vagyok, hogyha egyből van egy kaktuszom, akkor az már legalább 10-15 darab egy éven belül, mert akkor már kaktuszgyűjtő is vagyok. Hát nem vagyok, csak ez már így van nálam. Úgy hallottam, hogy múlt századi eredeti kéziratoknak is a birtokában van. Mutatna egy párat ezekből? Természetesen. Szabadságharccal, elsősorban szabadságharccal foglalkozom. Szerettem volna valamikor doktori disszertációt írni belőle, és ezért minden lehető alkalmat megragadtam, hogy vásároljak. És hát ajándékba is kaptam családoktól, régi nemesi családok, ilyen régi okleveleket. Úgyhogy például katonai szabadságos levéltől, 48-as katonai szabadságos levéltől, sok minden egyéb is van, de Blaha Lujza levelem van. Priel Kornélia, akit Petőfi Sándor tudjuk, a Júliával történt összeveszés után Debrecenben az ő kezét kérte meg, Priel Kornélia levelem van. Aztán Audrey Árpád levelem. Vagy például van olyan dedikált színészképem, amire az van ráírva, hogy az ember tragédiája első előadásáról az első Lucifer írta alá. És mi lesz a gyűjteménnyel, hogyha kinövi a lakást? Hát nem tudom, inkább én költözöm ki a konyhába, mint hogy egy gyűjteménnyel bármi más történjen. Szerencsém van, hogy egy végtelenül türelmes feleségem van, aki
aki ha nem is gyűjt, de elviseli a gyűjtőszenvedélyt. Nagyon, nagyon nehéz ám azt egy feleségnek, hogy mikor én szétpakolom a bélyegeimet, meg a képeslapjaimat, mert az a megkülönböztetés a többi gyűjtővel szemben állom, hogy én mindig, ha már összejön egy anyag, akkor azt feldolgozom. És ilyenkor aztán az egész lakás úszik a képeslevelező lapokba, válogatok, hát ugye van miből válogatni. És akkor végül, amíg összeáll, akkor ő már bejöhet, és természetesen elrendezi a képeket, megcsinálja a díszítést rajta, a föliratokat, mindent, úgyhogy ilyen szempontból összedolgozunk. És a rendezés ideje alatt neki hol van a helye? Amíg én rendezek, addig legtöbbször a konyhába is, és hát szerencse, hogy nem vagyok nagyon igényes, de azért az ebéd, ez az elkészítése, itt a levelezőlap halom tetején egy tálcán megeszem az ebédemet, szóval ez így van nálunk általában. Érdekesek még a színész képei is. Úgy hallottam, hogy gyűjteménye van belőle. Tudna egy párat felsorolni, ami eredeti dedikált kép? Hát igen, a fénykép megjelenésével egy időben a színészek is elkezdtek készíteni magukról reklám céljából természetesen különböző fotókat. Híres nevezet az a Strelsky és más egy fotósokkal, tehát már fotótörténelmi szempontból is érdekes. És sikerült egy olyan lelőhelyre bukkannom, aki a Nemzeti Színházban volt a nagyapja orvos, a dr. Bojta bácsi, és annak, mikor a Fényvárban dolgoztam, az utódai kidobásra szántak néhány ilyen számomra igen értékes régi levelezőlapot, amit dedikálva, na tőlük szereztem meg olyan kincseket, ami ma is gyűjteményemnek az egyik ékessége. Ilyen, hogy Blaha Lujza levél, Blaha Lujza dedikálás, na természetesen nem csak tőlük, mert nagyon kis hányada az, amit tőlük kaptam, de nem gyűjtöm a színészképeket, a mai élőket nem gyűjtöm. Mikor kezdtem évekkel ezelőtt, az természetes volt, hogy 1900-ig bezáróan születetteket gyűjtöttem. És most, amikor volt a 200 éves a magyar nyelvű színjátszás, abból is csináltam egy kiállítást, az is bejárta az országot, Nyíregyházától, Vásáros Naményi, Szombathelytől, mit tudom én merre, sok felé bejárt, mert ennek az a célja. Én nem tudom a gyűjtőket megérteni, amikor csak gyűjtenek, güzülnek, nem mutatják meg, nem dolgozzák fel, holott én akkor vagyok igazán gyűjtő, hogyha a gyűjteményemet valakinek meg is tudom mutatni. És ezért örültem igazán annak, hogy a Várba csinálhattam kiállítást fent, ami nem csak a rangja miatt, hanem a látogatottsága miatt is. Másba is beleoltja a szenvedélyt, hogy mondjam, úgy gondolkodom, hogy akinek múltja nincsen, jövője sem lesz, és én a múltba fordulok ugyan, de csak azért, hogy a jövőt még annál jobban becsüljem. És amikor megnyílt a kiállításom, Kölcsey jutott eszembe, Kölcseyvel is sokat foglalkoztam, mi szülőföldemen halt, meg ott van eltemetve Szatmárcsekén. Minden évben többször viszek le oda csoportot megmutatni. Kölcsey mondta, hogy az öregedő ember diófát ültet, hogy majd az utókor annak gyümölcséből, ha eszik, emlékezzék, reálja. Hát ez egyik diófám, például ez a Szerelem képes levelezőlapon című könyv, ami számomra azt hiszem, hogy hát ha nem is örök létet, de egy eléggé ismertséget fog majd idővel biztosítani.